Na, sziasztok! Hát, azt hiszem tegnap kellett volna jelentkeznem egy ti kérdeztek, én válaszolok videóval. Elfelejtettem. Ez van. Most nem akarom pótolni, egy témát szeretnék feszegetni, ami nem biztos, hogy mindenkinek oly kényelmes, sőt, valakinek eléggé olyan kényelmetlenné tud válni. Ez a divat. A divat és én. Aki engem ismer, mindig azt látja, hogy én nem divat szerint öltözködöm, én nem hordok olyan ruhákat, amiket ugye a divat felhoz, én egyszerű pólókat, ingeket, nadrágokat hordok. Viszont a mai divat elég durván elcsúszott. Amikor látok ilyen divat bemutatókat, szó szerint kerülget ez a gyerekek. Nem merjétek követni a divatot, illetve hát rátok bízom, de ez valami botrány. Komolyan mondom, olyan homicsávokat gyártanak le az ilyen divat bemutatókon, sírva lehetne fakadni. És az a baj, hogy nem biztos, hogy homik, hanem csak a munkáért, ugye a pénzért csinálják, nagyon gáz. És ugye mai divatban nagyon bejött ez a ecsetfej. Hát, nem is az a gáz, hogy bejött, hanem az, hogy felszáll az ember egy buszra, és akkor felszáll 4-5 fiatal fiú, nem férfi, ezek nem férfiak, bocsánat, ne haragudjatok, de komolyan mondom, mindegyiknek ugyanaz a feje. Tömeggyártás. What? És szomiszó, találkoztam olyannal, amelyik belsőileg kurva jó. Egyszerűen hihetetlen jó. Csak ugye hát az ember a szemével ítélkezik előre. Sajnos, vagyis hát nem tudom. Nekem nem tetszik. Na hát ennyi. És ez a baj emellett, hogy még női nadrágot is hordanak, feszülőset, ez a... Ojjaj! Így látok egymás mellette egy fiút meg egy lányt, és a fiú sokkal nőiesebb, mint a lány, és az a... Kicsit kényelmetlenül érzem magam, gyerekek, mert valahogy ez szerintem nem helyes, de mindegy. És a megszólalás. Hallottatok már mai lányt beszélni? Kivarítjente, tényleg, ilyen number one csaj lehetne, lehetne. És így mész, és egyszer csak megszólal. A gyerekek olyan drágául beszél, ömlik a szájából a szar. Fú, apám. A fiúk, meg fiúk, nem is fiúk, fiúkák, mert nagyon el van deformálódott. Sajnálom, hogy ezt kell mondjam. Én nem tartom magamat egy hű de jó csávónak. Én nem tartom magamat egy hű de jó képű emberkinek. De a mai fiúk adottságilag jók lennének. Jó kidolgozott felsőtest, ez vékony láb, nem tudok velük mit kezdeni. De nőiesek. Nem mindegyik, de nagyon sok nőies van. És elnézést, akinek nem minge, ne vegye magára. A lányok, tudjátok, ez a addig jó, hogy meg nem szólal a című dolog, mert olyan dolgokat tudnak mondani, hogy én csak pislogok. Na jó, én elmondtam a véleményemet, biztos, hogy van még egyébként, ami úgy bennem ragadt, csak most nem jut eszembe. Hú, ez van, ez a véleményem, gyerekek. Akinek nem tetszik, nyugodtan írja oda, dislike-olja, iratkozol a csatornáról, akinek tetszik meg, pont tegye az ellenkezőjét, iratkozzon fel, lájkolja, visszeressen, minden esetre a véleményeteket szívesen fogadom, kérdéseiteket, válaszaitokat, reakciókat, mindent. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, szép napot kívánok, sziasztok!